Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Az égi rónán ballag már a hold, ezüstösek a tiszai hajók. Juhász Gyula a magyar irodalom egyik legmellőzöttebb költője volt és maradt még halála után is. A Nyugathoz igazán nem tartozott, pedig az induláskor személyes, mély baráti kapcsolatok fűzték Babicshoz, Kosztolányihoz, és Adi mindvégig jóindulatúan figyelt korai rajongójára és társára. Alkat és sors állta útját gyakorta a költői sikerének, kiteljesedésének, melyben többször hangzik fel a panasz, mint az öröm, de már korán nem a magános panasz csak, hanem millióké, ama néhány millióé, akik a magyarságot jelentették. Azt a magyarságot, akiért a mi Urunk Jézus megváltónk, az ország útjára néz, és arcán szelíd mosoly a szenvedés. Tápai Krisztus. Az ország útján függ, a földre néz. Arcán szelíd mosoly a szenvedés. A falu népét nézi csöndesen, amint ballagva munkából megyen. Az ősi népet, mely az ősi föld zsellére csak, és várja az időt, mikor saját portáján úr leszen, mikor az élet néki is terem. A magyar Krisztus, a falusi szent, hiszen nekik is megváltást izen. Gyermek elnyel magába húz. És én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejébe. Szenvedés fanatikusa lettem. A pogány életölöm árnyékában mindig ott érezte a keresztény aszkézis élettagadó gesztusát is, néhol mint kikerületetlen kényszert, máskor mint vonzó lehetőséget. Amikor 1904 végén arról értesül, hogy Kosztolányi a hitehagyott római császárról, Julianusról akar verses drámát írni, szinte lázba jön. Fontos szimbólumot lát Julianus apostáta alakjában, mint olyan történelmi hősben, aki maga is átélte a pogány és keresztény életfelfogás konfliktusát. Nagyvárad meghozza a csodát, együtt a szerelmet és a sírást, a dolgok teljesebb tisztáldását, a költő minden eddiginél őszintébb szembenézését önmagával és egész sorsával. Az Anna versek ikletője Sárvári Anna is tagja volt a Váradi Szigligeti Színház társulatának, Juhász Gyula a váradi színészek körében ismerte meg a szőke színésznőt, aki az Atalantában is fellépett.
Milyen volt szőkesége? Nem tudom már. De azt tudom, hogy szőkék a mezők, a dús kalásszal jő a sárguló nyár, s e szőkeségben újra érzem őt. Milyen volt szemekékje? Nem tudom már. De ha kinyílnak ősszel az egek, a szeptemberi bágyat búcsúzónál szeme színére visszarévedek. Milyen volt hangja sejme, sem tudom már, de tavaszodván a sóhajt a rét, úgy érzem, Anna meleg szava szól át egy tavaszból, mely messze, mint az ég. Költészete az Anna szerelem élményében megtalálta az ikletteremtő feszültséget, életében először élt át igazán nagy szenvedélyt, s nyomban meg kellett ismerni a csalódás, a kihúzanodás keserű élményét is. Mindez, amit a fájdalmas szerelemben átélt, és mindaz, amiért meg kellett szenvednie, nem maradt benne nyomtalan. Igazabb lett a sírása, fájóbb az életvágya, tisztább, erősebb és szenvedélyesebb a hangja. Elkerülve Szakolcáról, a végtelen végvárból, Makóra kerül, ahol a művészbarát Esperszit János oltalmazásában lesz. Gyakran megfordul Esperszit házában, ahogy József Attila is. Esperszit János később, a 20-as években az ifjú József Attilának lesz anyagilag és szellemiekben is támogatója. Igen. Aki egyébként érdekes módon egy francia benedek családnak a leszármazotta, Nagyszent Miklóson született. Igen. Amit van nem messzire tőlünk, egy 34 kilométer, de ma már Románia, de Bartók Béla is ott született. És a ő baráti körét láthatjuk itt, akik a makói kultúrtestületet szervezték ebben az időszakban, hogy első világháború előtt és utáni évtizedekben vagyunk. Például egy Közös-Közös József ügyvéd volt, csak úgy, mint Esperszit János. Győrszegyés Sámon egy orvos volt, belgyógyász főorvos. A Keszne Zoltán egy villanytelep igazgató volt, Kiskári szintén ügyvéd volt. A Juhát, igen, igen. Valahol a későbbiekben írta, hogy ha meg akarok valamit írni, kimegyek a barátomhoz Esperszit. Akkor is ott a Szent Csöndben el vagyok, megírom. És készült egy fotó is Juhát Gyula, amikor ebbe a fotelbe ült. Nagyjából ebbe a sarokban, nem nagyjából, nem pontosan. És olvas valamit, de ezt a fotót mindjárt meg is tudjuk nézni. Tehát nagyon sokat fordult meg itt Juhász Gyula ebben a szobában, és József Attila is nagyon sokat fordult meg, és nagyon sokat olvastak. Esperszitnek nagyon jó könyvtára volt. Az Esperszit János meg a többiek egy polgári köztársaságban gondolkodtak. És itt a címerük, amire ugye lemaradt a korona. És ugye ez az értelmiségi közeg, akiket itt emlegettem, azok olyan mondjuk európai szintű értelmiség volt,
Ez alatt azt értem, hogy a műveltségeket, olvasottságot ők tudtak, vagy a német alapból tudtak, tehát az nem volt probléma. Némelyikük a latint is értette, de meg a franciát azt nagyjából értették, és némelyikük már az angolul is barátkozott. És akkor így kezdett belsőket megjelentetni. Uh-huh. Az volt a különleges olcsatában, volt egy nevelőtanár, aki megérezte a tehetséget, adta az adi belsőket, és ugye akkor a kór elválságt, hogy kicsit magasabb színvonalú diák belsőket is tudott igen. írni. Igen. És mivel a tanár itt van például az osztályfőnök, Epes Kálmán, aki szintén írja az egyik jellemzésében, hogy belsőrás nagy hajlam van, ezt úgy elviselték, támogatták, bizonyos keretek között. Pálapetre nem volt egy akceptáltó dolog az ő társadalmi körében. Nem, igen, így van. A hangulat és Józsolt és lakott itt egy rövid ideig, mert ő magánúton fejezte már be a tanulmányait. Hát voltak öngyilkosság kísérletei a lakón is, és egyik után már kollégiumban gondja volt, és egyszerűen beállított ide. Igen. Most itt fogom lakni egy darabig. János bátyámmal is, hát az ugye elfogadta, hogy igen. Jó, akkor lakjál itt. József Attila Isten kegyelméből való költő, ezt meg lehet és meg is kell mondani, és nagy fiatalsága olyan ígéretekkel teljes, amelyeknek beváltása, és ez nem csak és nem mindig a költő múlik egészen, őt a jövendő magyar poézis legjobbjai és legigazabbjai közé fogja emelni. Kísérletei? Arról nem tudok, hogy Makó lett volna. Makó nem. Kísérlete. Tehát itt elmondhatjuk, hogy te boldogabb időszak volt. Igen. Elmondható, hogy szemben József Attila lelki problémáival és pszichiátriai betegségével, akinek az esetében különböző korszakokban számos koncepció, számos elképzelés került közlésre. Juhászina esetében viszonylag kevesebb orvosi, lélektani, pszichiátriai munka olvasható központban. Juhászina lelki problémáival kapcsolatosan megemlíthető, hogy először 1917-ben állt kezelés alatt Budapesten a Balassa utcai pszichiátriai klinikán, ahol olyan neves elmegyógyász is észlelte őt, mint például Nyírő Gyula. Majd a későbbiekben 1929 és 1937 között a szegedi klinikán 9 alkalommal kezelték. Más esete is, és rajta kívül más nagy jelentőségű kreatív alkotók esete is felhívja a figyelmet arra, hogy a kreativitásnak és a hangulatzavaroknak egyfajta összefüggése kirajzolható. A vonatkozásokban, például Babics esetében, vagy Juhász Gyula, vagy József Attila esetében is újabban azok az álláspontok erősödnek, amelyek ezek zseniális költők esetében inkább az affektív zavarok, a hangulatzavaroknak a gyakoriságára, illetve meglétére utalnak. Úgy vélem, hogy Juhász esetének a tanulmányozása és az orvosi megközelítés, amely természetesen nem helyettesítheti a tágabb értelemben vett irodalom történeti, irodalom elméleti művészet
elméleti megközelítéseket, de egy adalékot, egy fontos adalékot nyújthat ahhoz, hogy a jelentős alkotó életét, betegségét és tragikus halálát talán mélyebben megértessük. Veszkedtek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Domi! Domi! Élsz és uralkodol. Örökkön át.